A kétnyelvű képzésen részt vett a Szabadkai Vesznász kocsáit is. Elmondása szerint sok új és hasznos információt sikerült elsajátítania. Azért vesz részt a képzésen, mert édesanyján szeretne segíteni. cilj mi je što sam došla na ovu obuku da pomognem svojoj majci koja je kući. S obzirom da ne mogu stalno da zovem nekog u pomoć, žela sam da naučim kako da je presvučem, kako da je okupam, ukoliko treba da se zameni, na primer, infuzija ili nešto, ona kesica, da mogu u tom slučaju ja da priteknem u pomoć. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy sokan érdeklődnek a tanfolyam iránt, nyilatkozta Zabos Perpauer Vera előadó. Igazából egész Szerbiába jöttek hozzánk, Szegettől kezdve, egész Lent-Koszovóig. 2016-ban kezdtük, januárban, akkor volt egy nagyon ütős csapatunk, 24-26 emberrel. Folyamatosan voltak ezek a krízisek, egy kicsit, mikor megindult a vírus, akkor egy kicsikét megcsapantak a csapatok, 5-6 ember volt, de mint 2016-tól folyamatosan minden hónapban igazán van. Vannak, akik jönnek és jelentkeznek. A házi betegápolási tanfolyamot a jövő hónapban is megszervezik, majd tette hozzá az illetékes.